Üdv mindenkinek, és meg is nézem, kezdem már azzal, hogy ja igen, nincs nulla pontom, mert nem sokára ki fog gyűlni. És azt hiszem, hogy azt beszéltük, hogyha viszont majd lesz pontom, vagy lesznek pontjaim, akkor ezekre fogok még itt tenni. Csak ugye ehhez nekem a 7-es szintet el kéne érni, azt viszont, hát azt viszont az viszont 2 pontos. Tehát a 7-es szint az 2 pontos. Jó, ezek így magamnak így egy kis... Jó, tehát kellenek majd még pontok, és viszont a 20. nap, hát közepénél tartunk, úgyhogy zsalunk is visszadolgozni, mert ez a kis kertecske, ugye ezt még most raktam le, tehát ebből még igazából nincs, nem történt semmi, jó, a kis bringám, nem fogok tán gyalogolni. Fel kell húzzuk, itt ez egy kis rohadt hús, ezt a 2 darab, de a 2 darab is 2 darab. Még annyi, hogy kicsit eljövök már erre, itt nem voltak autók, vagy ezeket én már, ja, lehet, hogy én azt itt a bánya mellett, ja igen, itt voltak, de én azokat már szétszedtem, jó, oké. És hát ugye ezek nem, nincsen respawn, tehát ezek nem is jönnek vissza. Jó, rendben van. Majd a felvonó híthoz az kellenek majd, hát rugó is kell még, meg mechanikus alkatrész, úgyhogy ezeket majd... Itt az egyik... Aha, nem keresgéltem itt, hogy mi hol van, de oké. Okay. Jól van, és akkor kezdjünk, ásunk tovább. Mennyi fa van nálam? 268. Új, már megint, hogy elfogyott. Kis upgrade-el, és akkor kezdjük azzal, hogy fa. Sokkal jobban adja, mint amikor még kőbaltával csináltam a házat, azért az még, azért annak volt egy diszkrét bája, szóval azért lassabban haladtunk a dolgokban. Jó, ezeket itt már el is ültetem, ami olyan... Jó, téged is kiváglak itt, nem hagylak itt. Jó. Jó, és akkor maradunk, menjünk tovább, ásunk. Így, hát ez sok idő ez, de ez van. Jó, és akkor jön ezeknek az oldalára, hát itt jön a kis fal. Nem biztos, hogy így kezdjük. Nem tekerem tovább, akkor kezdjük itt. Hát várjunk, csak most ez... mekkora is ez? Ez lesz a 2 oldala. Ez 1, 2, 3, 4, 5. Jó, hát majd meglátjuk. Mindig az a nagy kérdés amúgy, hogy az ember tudjon olyan hordavárót csinálni, amit nem ütnek, hát mert ha ütik, akkor hát egy kicsit olyan hülyén van ez. Ez mindig is egy nagy dilemma volt, hogy hogyan lehet az, hogy ilyen rothadt testű
de azért mégis valamikor emberek voltak, szóval, hogy egy ilyen húsvér, valami lények, mondjuk egy vasbeton, vagy akármiből készülék, mindegy, vagy acélból, vagy valami, hogy hogyan képes egyáltalán szétütni. Tehát hamarabb kellene, hogy szétmenjen a keze. De nem, mert hogy szét tudja ütni, és hát idővel, ha kellő időt hagyunk neki, akkor minden szét tudnak ütni. És itt ezért kénytelen az ember valahogy védekezni ezzel ellen, hogy ne üssék a blokkokat, mert hogy ezek minden szét tudnak ütni, hogyha hagyjuk nekik. Jó, úgyhogy hát akkor még egy réteg ott kell a keretnek, és utána az építhetjük. Hogyha az megvan így a keret, akkor utána építhetjük felfele a várat, aztán már csak ásnunk kell. Úgyhogy alakul, halad ez a dolog, csak még, hát ez kevés is lesz, de nem baj. Ásunk. Oké, így a sarok, és akkor áshatom tovább. Szerintem kő van nálam, nincsen, mert itt van, megláttam egy követ, mert ez majd kell javítani az ásót. De egész jól bírja már az ásó is, hogy mert milyen sokat ások, aztán nem nagyon romlik el, olyan nagyon sűrű, úgyhogy egész jó. Jó, sikerült körbeásni, akkor most már még ezeket a blokkokat kell még itt körbe rakni. Ez végül is, ha úgy nézzük, ez nem annyira lenne lényeges, bár mondjuk emiatt, hogy itt a feljáró így van, hát nem tudom, valamiért ezt így alakult ki, így láttuk biztonságosnak volt, úgyhogy ezt is levittük, leástuk, de ez teljesen felesleges, mert nem ezt tartja. Tehát ezek a plétek, amik itt vannak lerakva, végül is azok tartják az egész ordavárút, nem ezek a nagy kocka blokkok, úgyhogy valójában ez kevésbé fontos része a hordavárónak, viszont de hát jobban is mutat meg valamicskét, hát valami hasznossá, ó, egy darab maradt. Jó, oké. Szóval valamit jelent, illetve hát mivel ide nem lehet tenni belőle ilyen blokkot, ezért már mint plétet, mert ugye ezek így befele néznek, ugye mindegyik, és ezért ide nem lehet tenni, tehát ide én annyit tudok csinálni, hogy teszek ide a zombik miatt, teszek ide kis létrát, egész lefele, amilyen mélyre csináljuk, teszünk kis létrácskát, hogy fel tudjanak jönni, és akkor az is egy kockablokknak számít, a létra, és akkor így viszont már olyan, mintha ott is lenne blokk, úgyhogy akkor ez így, és akkor ezt most már elkezdhetem egy kicsit még magasítani, meg utána pedig ásni és mélyíteni. Úgyhogy továbbra is 47, hát ebből akkor még tudom, mennyit fogok tudni csinálni, még van még fa, meg hát ha kell elmegyek, vagy itt egy csomó fa körülöttem, mit aggódok én, hogy nincs elég fa, vagy hogy állunk, csináljuk. Hát, ha már beforgattam, akkor tegyek ide is. Hát egy várnak, ugyebár azért nincsenek ablakai, szóval azért egy vár az azért lehetne éppenséggel tenni, de hát vár, igaz? Tehát ezek pont az a lényege, hogy aki bent van, az bennmaradjon, aki kint van, az kint maradjon. Szokták mondani, hogy a szerelem is, vagy nem a szerelem, hát már rosszul mondom. A poéngyilkosokat, ez poéngyilkosságnak, na szóval szokták mondani, hogy a házasság az olyan, mint egy osromlott vár, aki bent van, az ki akar jönni, akkor kint van, az meg be akar menni.
de nem. Szóval tényleg várakra nem szokás tenni én szerintem ablakokat, úgyhogy ugye lesz két nagy felvonóhíd, illetve hát, hogyha ki akarunk nézni, akkor felmegyünk majd a bástyára, és a bástyáról ki tudunk majd kukkantani. Jó. Valójában, na mindegy, ezt lehet, hogy ezt utólag is meg tudjuk csinálni, de vajon hol van ennek a közepe? Itt a közepe, itt a fejem közepe előre. Na megnézzük, hogy tehát ez ilyen értelme, ez a közepe, ilyen értelme viszont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, akkor 6-ot kéne visszaszámoljunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor ez a közepe. Ez a holdavárunk a közepe, vagyis akkor azt jelenti, hogy én itt csinálok rajta egy Luke Skywalker-t, oké. Ide csináltam egy lukat. Hát akár csináltam volna többet is, de ezt... és csak azért, mert itt lesz a közepe. Jó, ezt így konstatáltam, szóval egy kicsit túl upgrade-eltem ezt a dolgot. Jó, maradjon ez így egyenlőre. Úgyis fából van, tehát addig nem is... Igen, kelleni fog majd még sok kő ahhoz, hogy ebből legyen legalább macska kő, és aztán majd beton, és akkor stb. Úgyhogy... Nem tudom, hogy van-e itt még valahol egy kő, mert hogy majd kelleni fog. Ó, egy kis fa. Ez mennyit ad azért egy ilyen fáért? Hát nem olyan sokat. Ettől nem megyünk a falnak. Jól van, és akkor... sőt, hát először én szerintem upgrade-eltünk is, ha már itt tartunk. Akár upgrade-eltünk is, és akkor ez körbe így fel upgrade-elem az egészet, és utána majd ásunk tovább. Na, így eddig sikerült már felütögetni, felfejleszteni. Hát, közben... Persze nyilván fogy a... Voltunk fát is vágni. Jól van. Hát még ha végülis ezeket is itt még körbe felnyomhatom, mert végülis úgyis fel kell. És hogyha ezek megvannak, akkor pedig elkezdhetünk ásni lefele egy kicsit tovább. Ez most már azért látszódni fog messziről is, hogyha ide akarok találni, ez most már ide fogok tudni találni, mert az egész magas vár lesz, úgyhogy ez így szép lesz. De azt a részt is, ahol a kis házunk van, azt is körbe akarom majd venni egy ilyen korhű, ilyen kis várfallal. Csak hát azt nem tudom egybeolvasztani, ugye, hát a játéknak a mechanikája miatt ugye nem tudom azt megcsinálni, hogy ezt az valahogy egy udvarba tenni, tehát hogy várfallal körbevenni ezt a várat, mert akkor viszont nem jutnak el hozzám hordakor a zombik, szóval ezt a várat ilyen különálló várként kellett tenni, tehát a valóságban nyilván nem így csinálná az ember, hanem többszörös védelemmel körbevenni, de hát itt most azért az lesz a cél, hogy azért hát ez a hordavár, tehát el is jussanak hozzám a zombik, hogy aztán utána ugye végezni tudjak velük, tehát ez lenne a cél. Jó. Hazanézzünk már, megnézzük, hogy otthon mi újság, de de vacak idő van. A háznak a tetejét is, ez mindig ott lebeg, az is a fejünk fölött, meg kéne majd csinálni. Nyilván a valós, hát hogyha egy ilyen valósághűbb valami, akkor nyilván azzal kezdtük volna, vagy hát szóval meg lenne így csinálva komplett, de hát itt ugye esik az eső, aztán jó, hát nem kapunk tüdőgyulladást, vannak olyan túlélő játékok, a Daisy, ahol ilyenekbe is bele lehet halni, hogy egy kis elázik a ruhám, meg az oknim, és akkor ezért, de hát itt azért nincs ilyen, úgyhogy itt nem olyan lényeges, hogy itt most beesik az eső. Úgyhogy nem csinálom belőle olyan túl nagy problémát. Na, egy-két dolgot kidobok, és másrésztről meg elkezdek gyártani macskaköveket is.
Én innen kidobjak. Hát ezeket most akkor pont azért nem dobom ki, mert kelleni fog. Megnézzük, mennyi kő van itt. Hát van elég sok kő. Hát kelleni is fog, hozzáteszem. Ja, van itt egy csomó fa, akkor ezt ellopom. Ja, itt azért most meg azt írja, hogy mégiscsak fázom. Úgyhogy mégiscsak kelleni fog majd. Nézzük már egy kis 6500, hát ez jó sok, de nem baj, azért csinálunk. Oké, hát ez sok. Jól van, ezek készülnek. Ezt a kis, igen, ez már azért 45-öt tölt, tehát ahhoz képest, hogy ez... kevesebbre gondoltam, ez is 36. Na jól van, az... jó van, oké. Többre gondoltam. Jó, viszont fázunk, ezért kéne mindenképpen egy tető ide a fejünk fölé. Csak most, hát tényleg egy kicsit, ez 21. nap, tehát horda nap van, úgyhogy most ezt a tetőt, ezt még most eltoljuk, majd horda után megcsináljuk ezt a tető dolgot ide. Majd horda után, addig meg megyünk vissza, hol a bringe. Azt a rossz idő van. Mondom, hogy messziről látszik, hát attól függ, milyen időjárás van, mert ha ilyen, akkor semmi nem látszik, nem hogy ez semmi. Másunk tovább, ezt még körbe kell ássuk, hát még jó sokat kell ássuk, legalább lesz sok minden, amit ki tudok vágni. Hol van? Körbe ástuk, már egyen mélyebb lett. Ebből még kellene, hát nem tudom most nagyon gyártani, mert hogy így megy folyamatosan a gyártás, az még elég sokáig. Hát hogyha viszont nem tudunk gyártani, akkor upgrade-eljünk. Akkor viszont menjen az upgrade-elés, hogyha most úgyis az gyártódik. Na, hát közben telik az idő, mert már hajnal 3 is elmúlt, hát így mire így ezt megcsináltam, még akkor ezt is megcsináljuk itt körbe. Hát a talapzat a legfontosabb, hogy az erős legyen, mert amit már ráépítünk, azt már akkor jobban elbírja, de nekünk a talapzatának erősnek kell lenni, legalábbis ugyanabból az anyagból levőnek, tehát kőből. És... tehát maga a talapzat, hogy az alapok, azok mindig nagyon fontosak, minden bármi dologról van szó az életben, az alapok azok fontosak. Úgyhogy ha az alap jó lesz, akkor utána már viszont sokkal erősebb is lesz. Úgyhogy hát ezeket nem tudjuk megúszni még. Hát csak már ugyan, már lassan, ekkor kezdtük a hajnal 3, utána most mindjárt 3:30, tehát azért ezekkel a kis munkákkal is piszkosul telik az idő, főleg az, hogyha az ember azt nézi, hogy hát egyébként holnap van, 21. nap, úgyhogy azért csak... És ezért is épül ez a kis vár, mert hogy az embernek már legyen... utána, hogy el lehessen felejteni ezt az egész kérdést, mert jó, hát jön a horda, oké, jól van, de hát azért ne kell mándan ezzel foglalkozni. Lett 2 pontom, és akkor azt beszéltük, hogy ezt feltolom 7-esre, mert hogyha az fent van 7-esen, akkor a következő pontot az, hogy 4-es legyen a... hát a pisztoly is, meg az archery is 4-esre majd feltoljuk, de először most már a pisztolyt tolom fel, mert lassan tényleg átkerülünk a lövöldözéses üzemmódba, hogyha attól függ, hogy kik jönnek, de át fogunk kerülni, úgyhogy... úgyhogy, ja, hát ez van. Változik a világ. Hát igen, hogyha jönnek erősebb zombik, most már muszáj lesz, akkor nem... ugye egy rendőrt is, oké, hogy meglövöm egyszer, meglövöm kétszer íjjal, de utána elkezd ugye dobogni a szíve, és aztán jön az, hogy fel akar majd robbanni, és azt viszont nem szeretnénk, hogyha felrobbanna. Egy picit, hogy is állunk? Jó, meg volt az upgrade-elésünk. Jó, hát akkor hagyom, hogy egy kicsit hadd készüljenek még akkor a macskakövek, és akkor addig meg rakom ezeket az alját.
jó, hát tudom, majd be. Epa. Oda majd bele kell, hogy tegyek egy kis blokkot, csak most nem akarom megváltoztatni. Ide majd kocka blokk kell. Lehet, hogy pont elég lesz még ide. Nem kell blokkot gyártsak, de kell majd, csak így gyártom itt a zsebembe, és ahhoz le kell állítsam a másik fajta gyártásokat. Hát igen, ez pont úgy lesz, hogy pont úgy lesz, hogy talán elég lesz. Jó, akkor ezek is itt megvannak. Oké, ennek is itt még készültek itt közben, úgyhogy... Úgyhogy megyünk vissza egy kicsit, még upgrade-elek meg, hát alul is majd azokat is meg kell csinálni. És kívülről haladok befele, mert ugye a fa az... Hát értelemszerűen nem tud annyi, tehát nem tudja a követ, ami sokkal nehezebb, tehát más jellegű anyag. Tehát a fa van mondjuk kívül, és belül nehezítem el hővel, értelemszerűen azt sokkal hamarabb leszakad, tehát nehezebben bírja, tehát mindig így kívülről befele haladva érdemes upgrade-elni. Na, egy pitét. A pitémet bekapom. Középen én azért lehet úgy csinálom, hogy mivel lesz egy olyan rész, ahol én fogok tudni egy kicsit lövöldözni is rájuk. Tehát, hogy én itt egy kis, csinálok itt egy kis részt, ahol mondjuk rácsot teszek le, és akkor azért ezt inkább ki is ütöm ezt a részt, egy kicsit én is átgondoltam, hogy is kéne ezt itt csinálni így a várnak a közepét. Tehát lássam azt, hogy mi zajlik alatta. Lebegünk, azért lássuk, hogy mi zajlik alul, és ezért ez a rész, ez egy fontos kérdés. Most nem is csinálom meg, nem feltétlenül, de minden esetre kiütöttem, hogy ezt ne upgrade-eljem itt fel, és akkor a többi dolog az pedig mehet továbbra is. Jó, hát pont annyi lett éppen, hogy elfogyott az anyag, úgyhogy jó, minden esetre ezeket meg itt fából lehet, fa az van még, úgyhogy most az meg gyártódik továbbra is, mennyi volt, még 3700 gyártódik itt a zsebemben, úgyhogy szépen azért ez is, hát hogyha ezt itt körbeütögetni, akkor utána áshatok tovább, úgyhogy jó munkát. Jól van. Na, hát akkor ez is itt fel van upgrade-elve alul. Jó, hát alakul. Jól van. Egy nagyon picit lehet, hogy ezt itt hát ki kell lőjem, mert hát muszáj, hogy csináljak még ilyen blokkokat, mert anélkül meg, hát mondjuk tegyük fel egy ilyen 100 ilyen blokk. Mondanám azt, hogy jó, az jó sokáig elég, pedig tudom, hogy nem lesz sokáig elég. És akkor utána még, hogyha az megvan, akkor gyártsa tovább ezeket. Oké. Okay. Jó, és akkor én pedig szerintem áshatok tovább. Tehát addig, amíg én ások, addig ez
gyártja tovább az anyagokat, viszont kellene egy kő darab, mert ezt majd mindjárt meg kell javítani, és nem maradt nálam kő, úgyhogy ássunk még. Először betesszük ezeket a sarkokat, mert most már még lejjebb ástunk, akkor most már jöhet a... Jöhet ez is, mert azért csak tudjak már kijönni innen, hogyha bármi úgy adódik, és akkor... És akkor most az ásást egy kicsit félre tesszük. Azért ez egy nagyon fontos dolog, azért mindig nézzünk a hátunk mögé, hogy mi történik, illetve direktbe is, képletesen is, szóval azért a menekülő útvonalat azt azért mindig meg kell csinálni. Tehát ne az legyen, hogy de beesik ide öt kutya, és akkor én sem tudok kimenni, és a valójában az a ősi magyar mondás, aki másnak vermetás maga esik bele, tehát a végén tényleg esetleg odajuk adunk ki, hogy vermet ásunk, de a végén magunk se tudunk belőle kimenni, tehát az ugyebár nem jó, úgyhogy mindenféleképpen úgy kell, hogy azért a kiáratokat a négy sarokba, hát ez főleg a későbbiekben, főleg nyilván a zombik miatt van ez a kiárat, de hogy ők ki tudjanak jönni, hát természetesen én is, de a zombik is, és viszont ilyenkor, amikor építem, ilyenkor is folyamatosan azt ott csinálgatni kell, mert az legyen tényleg, hogy ide beesnek, jön egy horda, mondjuk egy 8 zombival, és elállják az utat valamerre, és nem tudok még körbe menni se itt, hogy megöljem őket, hanem egyszerűen itt ütnek agyon, mert nem tudok semmit csinálni, szóval muszáj a létrákat, azt muszáj berakni. Jó, és akkor szerintem csináljuk is. Mert ugye az alapja megvan, hát a falakat az lesz a legutolsó, mert legelőször itt lefele kellene, hogy ezt mélyítsük még, és persze a falakat is megemelni, de aztán a... Hát el kéne menjünk még a városba, tehát ez nem... Ma este nem hiszem, hogy ebben még fogunk bordázni, mert nekünk még azért szükségünk lenne felvonó hídra, és ahhoz meg szerintem el kell menni a városba. Házakba bemenni a városba, nem tudom, szétszeregetni ezt, azt, amaz, tehát kellene ennek rugók, autókat, ha találunk, vagy bármi. Úgyhogy kellenének mechanikus alkatrészek, ez az amaz, úgyhogy hát szerintem hamarosan el is megyünk a városba, egy kicsit muszáj lesz bemenni, tekeregni, mert nem ússzuk meg, hogy most csak úgy építkezünk, mert nem tudunk, tehát a felvonó hidat is, az is még idő, mire elkészül, úgyhogy ahhoz, hogy azt le tudjam zárni ezt a várat, már pedig kell, hogy le tudjam zárni, mert nem elég, hogy falak vannak, mert ugye az ajtó részt is van, hogy le kell zárjam, és ahhoz, hogy azt lezárjam, ahhoz be kell helyezzem a felvonó hidakat, tehát az is mondom, idő. Vagy csinálhatok még munkapadokat is majd, nyilván fogok is csinálni, meg kohót is, meg munkapadokat is, mert hogy így ebben a formában valamit dolgoztatok, valamit csinálok abban a munkapadban, és holott egyszerre több mindent is kéne csinálni, lőszert is gyártani, felvonó hidat is, stb. Tehát később mindenféleképpen kell majd csináljak. Hogy állunk, ja, van még, jól van, közben ez itt nagyon sokat gyártott. Sokat gyártott, amíg én ástam. És hát ezt még, ugye még most három blokk mélyen vagyunk, de hogyha azt nézzük, hogy
hogy ugye ez is lelóg egy blokkot, tehát itt még tulajdonképpen csak két blokk mélyen vagyunk, és ahhoz, hogy mondjuk a zombiktól már úgy, mint a másik háznál is, a bázis háznál is, hogy biztonságban tudjunk lenni, ahhoz az még egy blokkkal lejjebb kell ássunk, és akkor már tulajdonképpen biztonságosnak lehet már majd igazából mondani ezt a házat, de ettől függetlenül nem így tervezem, tehát ez még azért ez ennél sokkal összetettebb, meg komplexebb lesz, vagy más lesz, de ettől függetlenül már az egy megnyugvás lesz, ha még egy szinte lejjebb tudok még ásni. Hát az még beleférhet a mai nap szerintem. Az még összejöhet. Na. Hát itt még szerintem ezen a szinten itt körben megyek így. Hogy attól függ, mennyi anyagom van, mert az is lehet, hogy akkor még a felette levő szintet is, ha már az is megvan. Még akkor meglátom, hogy az úgy mennyire jön össze. De utána tényleg el kéne menjek. El kell menni a városba. Polgármester jelenőhöz. Szóval szét kéne nézni. Az is lehet, hogy már be tudok menni megint a rendőrségre is, meg szóval egy-két apróságot mondjuk éppen, ha már arról van szó, hogy szétnézünk onnan is, akkor hát valami jobb szer, jobb cuccokat, vagy valamiket, ilyen jobb fegyvereket, vagy páncélzatot, vagy bármit tudunk, lőszert esetleg még hozunk, és ingyen lőszert. Akkor megvan a 4-es szintem, ha minden igaz, ugye? Gunslinger. Hát először a pisztőre teszek már, most pedig szívem vérzik, mert főleg ijászkodni szeretek, de hát mégiscsak jön a horda, most nem tudom nagyon variálni vele. Kelleni fog, és nekem nagyon gyanús, hogyha már jönni fog esetlegesen rendőr, hogy a szintű vagyok, meg kéne nézzem. 34-es, hát 34-esen akár jöhet már rendőr. Madár is biztos, hogy jönni fog, tehát azokat jobb azért pisztolyjal megölni, mint íjjal, mert sokkal lassabban működik egy íj, és a madár annyi időt meg rám repül. Még így is az olyan sötét lesz, hogy ilyenkor egy madár az sokkal könnyebben eltalál, megtalál, megmar. Szóval... Értem, mintha hallottam volna valamit. Hangok megmondták, hogy normális vagyok. Na akkor viszont ide most már bele tudnék tenni olyat, hogy rácsok, mondjuk ilyen rácsot. Hát azért, hogyha úgy adódik, akkor tudjak lefele nézni és lefele lőni, hogyha úgy lesz. Ott hagyom még egyelőre középen, és akkor, hát itt készül még 1000, jól van, viszont én szerintem, én haza tudok menni. Megnézem otthon mi újság van. Hát lassan dél van most már a játékban, úgyhogy közeledünk. Én úgy gondolom, hogy meg lett javítva. Én úgy gondolom, hát ezt is felütöm, ha már úgy van. Ha már úgy esett, de ezek, ugye ezt rákcsálták itt a kutyák nekem, és ezen, hát majd oda kell figyeljek a kutyákra, csak az a baj, hogy ez azért nem százas ez a, tehát az első időkre jó, csak itt már most a következőknél nem elég a zombikra figyelni, amik jönnek ott fel szemből, hanem akkor már lefele kell nézzek a lábam alá a kutyák miatt, közben már oldalra, meg hátra, meg mindenfele kell nézni a madarak miatt, és ott egyre, és aztán már másik oldalról meg kell majd figyelni a rendőröket, szóval egyre több fele kell figyelni, és óvatatlan, hogy az egész nem fog már olyan túl sokáig működni, pont emiatt. Jó, vegyi, ez ide be, oké, nem tudom, miért maradt itt nálam. Jó, és akkor, tehát annyi kellene nekem, hogy hát rugóból van 14, de
Meg is nézem már, hogy hogy van ez. Mennyi is kell rugóból, ja, abból is kell 20-nak lenni, mechanikusból is 20, az abszolút nincs. Forged Ironom az van, meg fa is van. Ugye, mert Forged Ironom az renget, azt csináltam, igen. Viszont elektronikus, vagy mechanikus alkatrészem nincsen, és mechanikus alkatrész kell, meg rugó, úgyhogy ezért el kell mennem. El kell mennem a faluba. Hát nem baj, ezek hadd készüljenek itt közben a zsebembe, az nem baj. Viszont akkor bebiciklizünk a faluba. Van nálam egy ilyenem, ezt meg is tudom javítani. Jó, hogyha arról van szó, mert van nálam javító is, oké. Okay. Hát benézünk a faluba, aztán majd meglátjuk, hogy... Meglátjuk, mi van. Itt van egy autó, mondjuk, hát ez nem tudom miért... Miért tudom, miért van itt. Nem, ne legyen itt. Egy rugó, egy mellé, nagyon lassan adja. Esküszöm, egy ágy többet ad, ha szétszedem. Két rugó, három rugó. Egy rugó, két rugó, száz rugó, háj! Ez most tönkrement. Jó, akkor ezt most megjavítjuk. Ezt leállítjuk, ezt újraindítjuk. Jó. Hát az a baj ezek az autók, hogy nem lesznek utána már lootolhatók, mert hogy konkrétan eltűnik az autó ezáltal, de hát ez van. Ez van hozzá. Adjuk 6 rugó. Mennyi van otthon? 10, akkor még nem jön össze. Ja, meg mechanikus, ja, meg csak 3 van. Úgyhogy ez főleg nem. Főleg egy nagy túró van. Egy túró van, de nem megerősített felvonóhíd. Nem tudom, ezeket, ezt az autót is szétszedjem. Ezek nem tudom, hogy nem adnak olyan nagyon sokat, de szétszedjük. Nem érdekel. Úgyis, hogyha nagyon lootolni szeretnék, sok lootot szeretnék autókba találni, akkor én szerintem nem itt fogok, hanem akkor elmegyek majd a kiégetbe, mert sokkal jobb lootokat fogok találni ott az ottani autókban. Úgyhogy nem baj, üssek, ami szétszedjük. Közben ötös aksi, igen, mondjuk ezeket eltesszük, mert ezek kelleni fognak majd. A rugót jobban adja, mint a mechanikus alkatrészt. Pedig esküszöm, mechanikus alkatrész is annyi fele van, hogy nagyon... Mondjuk lehet, hogy valójában ezeket az autókat jobb lenne szétszedni, mert... Ja, Jussi, de izébe, innen ugrottál ki, elloptad a motorblokkot, látom? Ezeket lehet, hogy jobb lenne szétszedni, csak mondjuk ez... Igen, mert ezek amúgy se adnak lootot. Akkor úgy egyezzünk meg, hogy úgy csináljuk, hogy ezeket az autókat szedjük inkább szét, amik ilyen roncs autók, mert ezek amúgy se adnak lootot, és akkor a lootos autókat meg meghagyom, mert az akkor újra termelődik. Ez miért ekkora meló? Mondjuk, hát jó, ez így nem néz ki nagy melónak, mondjuk amikor szét kéne szedni, úgy valójában igazából tényleg egy autót, az biztos nagy meló. Hogy állunk? 16, ez most 16 mechanikus, ez most ilyen sokat adott nekem? Ez mit ad? Szétszedem. Hát, jó, van 20. Hogy állunk rugóilag? 15. Lehet, hogy hazamegyek. Először is, ha már nem jutottam nagyon messzire, de mondjuk ez nem baj. Viszont bedobok akkor egy megerősített felvonóhidat, egyet, mert az is szerintem vagy 15 perc, nem tudom, de majd meglátjuk. És elkezdek legyártani, és akkor amíg az gyártódik, kettőt úgyse tudok egyszerre, mert csak egy munkapadon van, és akkor amíg az gyártódik, addig meg még megszerzem a másikhoz való dolgokat is. És köszönöm, néha olyan hangokat hallok, hogy na, akkor még innen kivesszük a többi rugót, és kell még hozzá. Ha van nálam, ja, egy kevés kell, nagyon sok vas kell. Jó, kivesszük, így majd visszatesszük. És akkor rá is dobunk egyet. Mennyi? Ja, csak 3,5 perc. Bocs. Akkor nem tudom, miért gondoltam, hogy ilyen nagyon sok lesz. Ezeket kapjuk innen.
Oké. És akkor nézzük a következőhöz, mi kell még. Vas van, fa van, hát természetesen egy kis rugó kell még, a mechanikus az teljesen elfogyott. Az teljesen elfogyott, nem is volt. Ja, az egy másik film. Akkor... Ja, hát ezeket is mind, a cső az nem fog kelleni meg egyelőre, ez se. Hát ezt meg majd olvasztunk. Jó, hát akkor vasat is bedobjuk oda. Ja, ezt nem, az olaj. Jó, ezek kellenek most. Oké, és akkor mi van még itt az olaj? Ez meg készen lett itt. Ez készen van. Jó, akkor még valamennyit még szerezni kell. Elmenjünk a rugóboltba. Nekem nagyon... Hát mondjuk, ja, meg a mechanikus alkatrészboltba, ebbe a kettőbe. De esküszöm, bemegyünk a belvárosba, ott én benézek a rendőrségre is, ha már úgyis itt vagyunk délután, egy kis bemelegítés a horda előtt, mert úgyis ezek is ott hepáznak, ott kempeltek, ott ezt az autót is mondjuk szétszedem, mert akkor azt beszéltük, hogy az ilyen vacak autókat, ezeket szétszedjük. Ezek úgy sem lootolhatók. Akkor ezeket így szétkapjuk. Hát aztán meg, ja, hát ebbe a részbe legyen a horda, vagy a következő részbe legyen a horda. Milyen jó kérdéseim vannak. Kérdésem van, mondjam. Ezt is szét is sem. Szép, bizony. Ó, ez is fog nekem adni. Ilyen bevásárlókocsika kéne sokat találni. Nézd meg, itt adja nekem a mechanikus alkatrészt. Ha lenne hozzá erőm. Sose gondoltam, hogy sört kéne igyak. Ahhoz, hogy szétszedjek autókat, de pedig erre is kéne majd igazából pontokat tenni. Majd, hogyha már tényleg jó dolgom nem tudok mit csinálni, azt beszéltük. 8 darab mechanikusom van, de 20 kell. Rugóból 14 van, az már közelebb van. Ott van egy autó, ezt akkor nem szedjük szét ezeket az autókat. Azért megnézzük, hogy lehet-e lootolni. Lehet. Bemegyünk a városba, aztán ott megnézzük. Ez mit ad? Autós kalandok című. Hát nem tudom, megnézhetjük az ilyen székeket, érdemes még, ilyen forgószékek. Mondjuk ezt is szét kéne, ez meg a kert miatt. Ezeket az autókat nem bántjuk. Ami olyan, hogy lootolható, azt nem bántjuk egyelőre. Nézzük, vannak-e bent forgószékek. Autó. Annak örülünk. Lámpa. Ja, onnan jössz. Jó, itt vannak a székek, az jó lesz. A székekért jöttem. Jó napot kívánok. Én vagyok a Székes Egyház. Hopp. Nagyon bénán csináltad. Kénytelen voltam megölni. Hogy lehet így? Ide akarsz jönni engem kinyírni, aztán... Nekem már 12. Ez nagyon adja. Ez nem tudom, hogy ez át fog-e változni lootolhatóvá. Akkor ezt hagyom. Négyes Sledgehammer. Ott egy ágy. Az ágy, az kell nekem. Igen, ez fog nekem adni rugót. Adja is. Ezek a székek szerintem nem adnak nekem ilyet. Ez ki van nyitva? Hát, figyeljetek, a kinyitott ajtó, csak ez így is fog maradni vajon, vagy... Nem is tudom, hogy ezt hogy... Mindegy, ezt szétszedem, megnézzük, de nem tudom, hogy ez most hogy működik, hogy ez, ami már ki van nyitva, az úgy is marad, vajon? Ez nem adott nekem olyat, ami kéne.
Mi van olyan, ami... Ott van fent valaki, látom a buksiját. Ott bizony. Megnézzük. Még volt valaki. Jó napot kívánok! Hintázunk egyet, bár nem tudom, van-e itt lóga bábé. Az kéne, azt tudunk ketten is. Attól tartok, hogy én itt nem tudom, vagy hintát a szétszer, nem tudom. Bemegyünk a rendőrségre, akkor tudja a franc. Benézünk a rendőrségre. Itt van valami, ott van egy ember. Embernek látszó tárgy. Ad vissza, kelni fog a hordakor. Itt van szembe a rendőrség. Azért felülünk. Ja, nem teljesen szembe van. Itt van. Bowhunter, azt szeretem. Hol jössz? Melyik úton? Minden út Rómába vezette. Melyik úton jössz? Hú, de furán csinálod. El se tudlak találni, olyan lassan jössz. Betrottyantottál, annyira lassan jössz. Jó, ezeket, okay. Ja, ezt nem. Oké, okay, ezt most kihagyjuk még, ezt a fajta rendőrautót. Nem tudom, én most nem nagyon akarok itt. Nem nagyon akarok itt kesztyűskézzel bánni velük. Nem fogom látni, hogy kit ragadt. Ájjájjáj. Akkor mégis. Ó, hogy te meg itt voltál. Eskü nem vettelek észre. Eskü nem vettelek észre, meg téged se. Ez adna nekem egy csomó cuccot. Ezt becsukom. Mit adott nekem? Hát mondjuk egy kis elektronos alkatrészt, az jó. Miért nem forgószékek vannak ez? Milyen helyek ezek, hogy nem forgószékek vannak az irodákban? Hát már mindenhol forgószékek vannak. Jó, hát elektromos alkatrészre is szükség van, mert van, amikor meg az fog nagyon kelleni. Úgyhogy, ha már itt vagyunk. Brékó, riadó. Nincs itt senki, ja de. Azt hittem, nem vagy itt. Az anyám. Téged észre se vettelek. Téged láttalak. Téged nem. Le akartam venni a csajról a szandáját, de nem sikerült. Hát nem tudom, az biztos, hogy tele vagyok. Az már egyszer biztos. Pipe machine gun. Hát van egy csomó lőszerem hozzá, lehet, hogy elviszem magammal. Az emlékeimmel együtt ezt is elolvassuk. Pipe machine gun-t csak azért teszem ide le alulra, mert akkor több helyen marad itt felül. Ezt is lescrappelem. Ezek adnak, megnézzük, hogy ez mit ad. Ad-e nekem csövet ad. Nagyon jó. Hát nem erre gondoltam. Ez ad mechanikus cuccot, mert adja, hogy ne adná. 17, 18-nál tartunk. Hát most már elérhető távolságba került. A rugó az hogy van? Hogy vagyunk rugóilag? Az csak 17. Ó. Fej mellett. Hát ezek úgyis meghalnak, tehát mindegy, hogy jövök. De még nem sikerült úgy bejönni, hogy... De még nem sikerült úgy bejönni, hogy ezek ne halljanak meg. Oké, egy fej, egy bácsi. Akkor bár még egy favágónk maradt, most már az se. Na ezek, itt vannak az én kis székeim. Hát bennetek bíztam. Na, mechanikus megvan. Nem tudom, hát
átmenni se. Na, most már legalább át fogok tudni menni. Rugó az viszont még csak mindig 17. Az lett rugót? Honnan fogok rugót szerezni? Még valami autóhoz csak ki kell menni. Hát a rendőr bácsi, hát seje haj. Hát az... Új gyerekek, hát ezért van, útban van itt minden. Hát lövöm és akkor belelövök a monitorba, komolyan mondom. El is bontom minden, mert ez a monitor, ez borzasztó, hogy úgy látom, hogy őt lövöm, közben a monitort lőttem. Tehát ez szörnyű, hogy... ez micsoda? Ez kell a főzéshez, azt megtartjuk. Ez a nagy tévét, ezt elvihetném. Vagy bejövök majd ide még tévézni, még azt még el tudom képzelni. Üres. Üres. Ezek nem fognak vissza? Vagy még nem? Na akkor még egyszer vissza, tehát azt jelenti, hogy ez csak 17. Viszont ez már van, oké. Akkor valonnan még szerzünk rugót. Nem látott valaki 3 rugót? Rugót, valami autót még szétszedünk, hát nem tudom, valami roncsautót keresünk. Ez itt egy roncsautónak kinéző képződmény. Ez nem fog hiányozni senkinek, szerintem. Egy rugó, és hogyha összejönne... Jó, van helyem is, hogy menjen a lút. Hát igen, most már viszont elkezdett dörögni, ez már viszont egy dolgot jelent, hogy mennem kéne, azt jelenti. Még egy mechanikus, még egy. Megint elromlott? El. Igen, a legbacakabb. Na még egy, ó, már 19, és újra izgulok. 21 rugóm van. Oké. Én úgy döntöttem, hogy maximum ezt még elviszik. Na, meg még ezt. Hú, nem áll, hogy most látok itt meg egy bevásárló kocsit. Bevásárló kocsik amúgy is csak útban vannak mindig, mert barátságosan böfögött felém a bácsi. Ebben van még valami? Nincs. Úgyis csak jön a horda. Mit izélnél itt egyedül? Jó, hát ezek most nagyon fontosak voltak, úgyhogy muszáj volt eljönni egy kis anyagbeszerző körútra. Na, kipakolunk gyorsan. Kipakolunk, mit hoztunk? Húha, építős. Hát azt viszek magammal javító anyagnak. Aztán viszont ami nem kell most a kraftoláshoz, azt kidobom. Hát sőt a pénz, ezek a pénzek is itt lesznek, ezeket ugye most jelenleg még itt tartjuk. Jó, ezen gondolkoztam el, hogy mit csinálok, de jó, oké, nem érdekes. Ez is. Majd utána a lőszereket ki kell venni. Hát ezeket a könyveket is én most azért nem megyek el a traderhez majd horda után, mert annyira megy az idő, annyira rohan az idő, hogy nem érek rá. Konzervek. Bedob. Egy kis alapanyag. Innivaló. Majd azt is megcsináljuk. Egyszer a modok. Modokba be ez, hát majd egyszer csinálunk olyan fegyvert, amiben jó lesz.
És akkor... Jó, ezeket... Jó, és akkor megnézzük, hogy akkor mi is kell. Ja, kellene, akkor vissza az egész, mert akkor kell még egy kis vaserezés. Jön, még egyet csinálunk. Oké, mert egy elkészült, csinálunk még egyet. És... Jó, és akkor ami meg még megmaradt, tehát ezek most nem kellenek. Ezeket még lehet lehelyezem azért. Viszont már úgy készülök, hogy már nem biztos, hogy hazajövök. Nem biztos, hogy hazajövök, úgyhogy már most úgy helyezkedek itt mindennel, hogy akkor viszek magammal. Hát elviszem ezeket a lőszereket is, már most valójában tényleg mit csináljak vele. Még 713, ja nem tudok csinálni, mert is nincs ólom. Hát ilyet 81, mennyi van nekem? Hát van itt 720, hát elég lesz szerintem, mert hogy még van nálam amolyan lőszer is, hát valahogy majd el, valahogy el leszünk szerintem. Ezt viszont... Hát erre nem tettem pontot, úgyhogy ezzel fog a legkevesebbet lőni szerintem. És hát azt nem tudom, mert esetleg valami modot beletenni ebbe, de hát ebben nem, ezt esetleg bele lehet tenni. Hát esetleg bele... Hát a távcsőbe, de hát most olyan messzire most nem fogok lőni, hogy ennek a távcsőbe kelljen nekem. Jól van, ez mennyi idő itt, hogy ez még egy 2 perc, hát az alatt, hát akkor még csak vissza kell jöjjek, még. Ezek még közepes állásban vannak. Ezt megpróbálom még lerakni, ezt a felvonóhidat próbából, de ennek elvileg jónak kéne, hogy legyen. Ez elvileg jónak kéne, hogy legyen ide, valahogy itt le is parkolunk, hogy ne legyünk útba. Ezeket úgy lehet lerakni, hogy ezt jó, hát jó magasra fel kell menni, mert különben olyan nagy ez a blokk, hogy egyszerűen nagyon nehéz lerakni máshogy. Iszom is rá egyet. Olyan nehéz munka következik, hogy innom is kell rá egyet. És remélem, hogy nem rontom el a letevést. Elvileg ide, az ott jó helyen van. Oké. Hát szóval ez egy ilyen magas vár lesz, úgyhogy ez szép, szép darab lesz, na, akárhogy is, akárki meglássa, ez egy szép nagy darab vár lesz. Na, akkor visszamegyünk még a másikért, mert akkor most már látjuk a mintát, hogy hogy fog ez kinézni. +40, hát ezt nem tudom, most már megvárjam ezt, vagy ezt majd horda után rakjam le, most már jó kérdés, mert itt perceken is múlik a dolog, mondjuk ez fél perc, hát annyi még lehet, hogy belefér. Ilyen javító anyagot azt azért viszek már magammal, mert esetleg ha a fegyvereket javítani kell, az nem lesz baj, hogyha van nálam, a hordavárót ezt fogom tudni javítani, hát 8 darab nyilvesszőt mondjuk azt tudok csinálni, darabot. Ja, és hol van a 8 darabot ebből? Jó, hát akkor ha 8 darab, akkor 8 darab. Ennyi lett. És akkor ez is megvan. Okay. Hát ezt most már bezárjuk, bezárkózunk. Bezárkózunk, mert jönnek. Jönnek a gaz törökök támadni a kis várunkat. Ezt is beteszem még akkor ide a helyére, és akkor innentől már látjuk majd a magasságát is ennek az egésznek, hogy majd meddig kell ezt emelni. Jó helyen vagyok én itt kb. Szerintem reméljük, hogy jó. Jó magasra fel kell jönni. Hát talán jó. Jól van. Na, ez így jó is lesz. Ilyen szép, nagy, magas. Hát ezt meg... Jó, hát most már én szerintem megyünk. Jó, tehát akkor úgy beszéltük, hogy van egy B-tervünk. Tehát, hogyha esetleg valami nagy gáz van, akkor mondjuk arra is fel tudunk most már ide jönni.
arra is fel tudunk menni, aztán hát hogyha még nagyobb gáz lesz, akkor még inkább nem tudom mi lesz, de hát reméljük, hogy nem szednek annyira szét. Én most a madarakra gondolok, meg esetleg jön hányós rendőr, tehát ilyenekre gondolok. Látom, atyám. Látom, anyám, nővéreim és fivéreim. Magam előtt látom minden ősöm az idő kezdetétől. Mind hívnak engem, hogy bátran kövessem én is őket. A nagy halhal lába, hol a hősök örökké. Nézzük fiúk, hogy zajlik a műsor. Majdnem sikerült. Jön egy pók. Ott meg. Pók eldobta a pacskert. Hány lába egy póknak? Az összes pacskerét feldobta. Kutyát nem hallom, meg madarat se, de az nem valószínű, hogy így marad. Ó, ez majdnem eljött idáig. Már izgultam, hogy mi lesz. Ez eddig még nem olyan erős, de tudom, hogy tudtok ti ennél többet is, meg fogtok is még majd. Oh. Ó, és eljött idáig. Ügyes vagy amúgy, az ügyes volt. Ah, és utána meg leesik. Most akartam beléd lőni. Te voltál az az ügyes, igaz? Te voltál a kis okos tojás. Jól csináltad. Miért mentek le? Ott hagytad a zsák, elhúzhattad volna idáig. Nagy nyugi van. Azt hittem, hogy valami keményebb műsor lesz ma. Ügyes volt, ügyes volt. Add vissza a nyilvesszőmet.
eddig nagy nyugi van. Nincs túl nagy felhajtás eddig. Senki. Hogy jönni fog már rend, vagy hát még éppen lehet, hogy jön csak. Itt hullámokban jönnek igazából, olyankor szokott váltás lenni, amikor irányt váltanak. És hát még kezdete óta arról jönnek, tehát még nem történt irányváltás. És amikor irányváltás van, akkor szokott lenni ilyen felhozatalváltás is lenni, tehát hogy lehet, hogy az egyik hullámban megvan, hogy mondjuk jön rendőr, vagy badabunk, vagy valami a másikban nem jön, tehát szóval még ilyen hullámokban jönnek, és ja, meg van kutyánk. Aha. Oké. Meghallottam. Madarat hallottam. Eljöttél idáig. Ügyes vagy, megnyerted. Te is eljöttél idáig. Itt a rendőrünk. Na hol vagy? Ó, végre. Tudtam én, hogy megjössz. Tudtam én, hogy meg kell. Gyere. És ez meg egy madár. Na. Hoppá, hogy vérzek. Addig nem tudom, átment rajta a golyó. Eskü eltaláltam. Hagyom egy kicsit, mert nem vagyok annyira megsérülve, hogy híleljek egy időre. Na, majd meglátjuk. Majd meglátjuk, hogy nyomok-e rá. Van egy kutyánk megint. Ott van. Ott volt. Bizony. Nem szabad. Na visszaváltunk az íjunk. Ezt meg kell javítani az íjat. A nyomnyogja a falat. Ezt hallottam. Szóval ez a baj ezekkel, hogy muszáj megcsinálni, mert ugye egy madár is meg tudja kavarni a dolgokat. Hát a rendőr is igen, úgyhogy ezeket muszáj ezek ellen védekezni. Azért is akarok egy normális olyan hordavárót csinálni, ami utána ez egy végleges változat legyen. Te mit csinálsz ott? Van 80 élveszőm, hát a hordának meg már hamarosan vége van.
belső haverodba lőttem bele. Van itt kutya? Nincs. Most van egy kutyánk. Hol vagy? Ennyi? Ez itt van. Mutasd a fejed! Mutasd a fejed! Ez az. Még 60 nyilvesszőm van. Ó, kettő is. Ketten is vettek, bizony. Ezek meg itt közben próbálkoznak. Hadd fussanak még egy kört. Ne állj meg! Ne állj meg soha már! Ha elindultál. Most azért jönnek még. Nem akarják abba hagyni, pedig hát lassan abba kéne hagyni, fiúk, mert vége a bulinak. Menjen már mindenki hazafelé. Ne csinálj ki csoportosulást, mert rendőrt hívok. Ja nem, azt nem hívok, azok jönnek maguktól. Majdnem! Te eljöttél volna ideig, láttam a szemedbe. Csak biztosra lövünk. Egy ember, egy nyilvessző. És még mindig jönnek. Hoppá. Az biztos fájhatott. Terpezbe ráestél arra a drótra. Három lövés kell ebbe a... És nem, ez már negyedik lövés. Hát így elfogy a lőszer. Így nem lesz, mert főleg amíg mellé is lövök. És feltolja a másik magát. Magát, igen. De jó. Nem sok nyilvesszőnk maradt. Szerintem az utolsó. Gyertek, van másik. Van másik! Ez gyorsabb. Úgy lőlek fejbe benneteket, hogy észre sem veszitek. Hoppá. Hamarabb esett le.
Na, nézzük, te vagy az utolsó? De meg nem, még fut. Ó, de hogy, hát még... Mit utolsó? Az egy... Hoppá, nem, észrevettelek. Nem szabad rendőr bácsi seje, haj. Mit utolsó? Én csak itt reménykedek, hát 3:30 van. Kitart a horda most már végig. Kitart a horda, főleg ha íjjal lövöm őket, az sokkal lassabb, úgyhogy... Az íjászkodás mostantól alternatív útvonalnak tekintem olyanra, hogyha a horda, akkor legalábbis most már nem igen fogom használni. Az utcán lehet, meg szórakozni, alvó zombik ellen lehet, de valójában most már horda, akkor hát főleg, hogyha más hordavárót fogjuk használni, akkor már nem fogjuk. Az a baj, hogy ugye hát itt a tollal van a gond, tehát nem tudok annyi nyilvesszőt gyártani, amennyit akarnék. Hát persze, hogyha már kevesebbet fogom használni, akkor viszont majd úgy csak úgy magától is fog gyűlni majd a rengeteg sok toll meg minden, és akkor már... Úgyhogy lehet, hogy majd eljön az idő, hogy akkor megint jobban lehet használni, de most per pillanat elfogyott az összes nyilvesszőm, úgyhogy nincs. Reggel van, menjen most már mindenki az akar, ne csinálj egy csoportosulást. Lemegyek, az elkérem a személyigazolványatokat, 18 év alattiak, még éjszaka tekeregnek az utcán, randalíroznak. Miféle dolog ez? És még a mami is fel kell. Jó, hát ettől függetlenül... Te vagy az utolsó, igaz? Voltál. Hát ettől függetlenül viszont azért én még erre, attól függetlenül én erre még ráteszek egy pontot az archery-re, mert az kelleni fog majd nekem, amikor... Vagy hány pontom is van? Ja nem, még van egy pontom. Kelleni fog az majd nekem, amikor fogok crossbow-t is csinálni. Úgyhogy nem tudom, ezt a lábamat... mivel kéne, jaj, ilyen aloe krém, jó, az van otthon, majd megnézzük. Én most úgy nagyrészt csak besöprök innen mindent, nem nagyon izélek, bár izélhetnék, mert ilyen ásókat, azt ne vigyek már magammal. Az is lehet, hogy kapok aloe krémet, még olyan szempontban lehet, hogy nem lenne baj, hogyha azért nézném is, hogy mit szedek össze. Ez is 4-es, nem kell. Az ilyen kis pisztolylőszerek azért jönnek ám vissza. Hát érdekes, hogy nyilvesszők nem. Ja, ezt viszont elolvassuk. Meg ezt is. Ja, mondom nem jönnek, de hogy hát itt van, tessék. Itt van, tessék, hogy nem jön vissza, de hogy nem jön. Na, akkor megnézzük azért még azt is, hogy mi sérült, hogy sérült. Aha, itt valami oknál fogva, itt nagyon szeretnek megállni. Ja, meg is valamiért ki is ütik azt a... De mondjuk attól még ezen felmennek azért, mert azt kiütik, csak valami oknál fogva ezt itt imádnak megállni, és nem tudom őket lelőni. Mindegy, most láthatok itt meg ott is. Most álltatok itt meg utoljára, mert következő horda, akkor már máshol várlak benneteket. Következő horda, akkor nem így lesznek a dolgok. Jó volt ez, elmarhultunk itt gyerekek, de... Jó, a kutyákat most szerintem hamarabb meghallottam, hogy itt vannak, azt lelőttem. Jó, hát ez a része nem. Hát ide meg át se kellett, hogy jöjjünk.
Az előbb ránéztem. Jézusom. Ez nagyon jó volt. Azt a fekete foltot néztem, ami ott van, hogy, hogy medve vagy nem, aztán ránézek. Na mindegy. Ennyit erről. Jól van, hazamegyek, kipakolok, szerintem. Hazamegyünk, kipakolunk. Ez milyen szemüveg? Fortitúdos. Ha most vagy olyanom van otthon, vagy nem olyanom van, de ezt minden esetre megisszük. Jó, hát közben még itt visszahílelődtem, csak mondjuk a lábam, vagy a térdemet. Vagy az lehet, hogy könyök. Hát, az is lehet. Az egy nyavajás madár, az valahogy úgy sikerült. Én nem tudom, majd visszanézem, de én úgy láttam, hogy én többször el is találtam pisztolyjal, de hogy nem tudom, furán csinálta, az biztos. Van aloe krémem, az van egy. Akkor azt magamra csattintom, hogy ez a 30 perc, ez lecsökkenjen. Ja, ez le is, hát felére lement, jól van, az is valami. És akkor... Hát nem is használtam. Ezek a 762-esek, ezek is csak jönnek itt nekem. Rengeteg italok. Ja, ez is még ide jön, az EU-ben van egy ilyenem. És akkor, hát az italt nem tudom, megígyam-e, ezt szétszedem. Csak a lőszereket vissza, hát nem hurcolászottál ennyi lőszert magammal. Meg szerintem azt a... Ja, még itt is van egy konzerv, mert ez itt bevegyült a többi közé. Ja, jó, oké. Jó. Hát én szerintem ezt is berakom, hát nem kell nekem. Nem élek vele. Kuhú, azért jött egy csomó. Ezeket majd beolvasztom, lesz belőle jó kis lőszer. Igen, akkor van egy kis acélom. Hát ezt nem hiszem, hogy fogom használni valahol, mert ugye ez 6-1-es, ami rajtam van, az... Ami rajtam van, az 10-5-ös, jaj, hát az már sokkal előrébb vagyunk. Ezek mennek majd a traderhez, ezt eladom, ezeket a könyveket. Hát ez is egy mining helmet, de ezeknek nagyon kicsi a, hát kicsi 7. Megnézem már, hogy ami rajtam van, az micsoda, de 9-es, hát ez csak jobb. Jó, akkor mi van még itt nálam? A nyílvesző az marad, csak ennyi nyílvesző. 12 nyílvesző, nem baj, ezt majd gyártunk. Majd gyártunk menet közben. Jó, és akkor a pénz is ide visszajön. Egy kis kevéske pénz jött. A többi az meg... Jó, hát ennyi. Ennyi volt, úgyhogy akkor túl vagyunk a 21. napi hordán is, de már a következőt, a 4. hordát azt már nem itt fogjuk majd. Pont ezt mondtam, hogy sajnos, hát a rendőr, oké. Még most nem vészes, mert csak egy-egy jött, de van, amikor majd 5 jön egyszerre, és akkor 5 felől hánynak, meg a csomó madár, meg hányós madár, szóval nem vagyunk ott jó helyen, tehát azt ott majd azt át kell alakítani, hogy tehát az új helyen majd meg úgy csináljuk meg, hogy ott biztonságban legyünk, tehát nehogy, tehát ott nem fog érni semmi fajta ilyen sérülés, mint most azért csak összejött nekik egy kis sérülést, meg tudtak tolni egy kicsivel. Ezeket még lehet, hogy itt tényleg elkezdek itt olvasztani, ha már úgyis így állunk, akkor jó sikerült bedobni. Szóval akkor ezeket itt behajítom, majd ez is olvasztásos dolog lesz. Nem tudom, hogy ez mennyi idő, szerintem nem lesz olyan nagyon sok idő azért. Jó, majd meglátjuk, hogy mennyi idő alatt, és akkor ezekből már viszont el tudok kezdeni gyártani. Oké, 2500, na az nagyon jó lesz. Ez volt a hiány eddig, ja, csak beolvasztottam én elég sokat, csak aztán nem nyomtam rá, hogy gyártsa le. Jó, már 2500 töltény, mag, hüvelyek is vannak, ugye ebből is még lesz rengeteg, amit ott most gyártok, illetve itt is itt vannak még.
Úgyhogy akkor van nőporom is, úgyhogy rengeteg sokat fogok tudni gyártani. Na jól van, hát túl vagyunk a dolgokon, a kertünk az még növekszik, de esetleg még annyit tudunk, megnézzük, hogy csak 16, akkor ez nem jó, majd még kell. Hát igen, a kutyákat nem lett volna rossz, hogy szétszedni, de hát eltűntek, mire vége lett a hordának, úgyhogy erről ennyit, de nem baj, majd gyűjtögetünk, és akkor még kiegészítjük, mert ott a kertből még hiányzik egy kis rész, egy pár blokk azért hiányzik. Jól van, hát minden esetén köszi, hogy itt voltatok, aztán majd folytatjuk legközelebb. Sziasztok!